Ahogy közeledik a jó idő, egyre többen választják a kerékpáros közlekedést Szegeden. De vajon milyen lehet ez a városban? Erről kérdezem mai vendégemet, Ladányi Imrét. Szia! Szia! Honnan ered a biciklizás iránti szereteted? Hát mióta az eszemet tudom, kb. Azóta kerékpározok, magamnak is csinálgatom úgy otthon, amit megbírok csinálni, meg amihez van szerszámom. De nem tudom, ez egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, hogy honnan indult ez a kerékpár iránti, úgymond szerelem. Milyen gyakran jársz biciklivel a városban? Hát régebben azért többet bicikliztem, most már egy kicsit ellustultam, de attól eltekintve elég sűrűn használom a biciklit. Napi szinten is volt olyan, hogy napi 15-20, talán 30 kilométert is letekertem a városba. Mit gondolsz a szegedi bicikliutak helyzetéről? Hát ez egy eléggé fogós és elég jó kérdés. Elég sok helyen rá lehet mondani, hogy elég jó kerékpár utak vannak, de vannak borzalmas szakaszok is. Ha egy kicsit kintebb is tekintünk mondjuk egy túra szempontból Szegeden kívülre, Hódmezőt és ahogy őt összekötő rész, az borzalmas. Egyszerűen ott nincs kerékpárút. Félelmetes, de el lehet menni attól eltekintve. Szegeden egy kicsit jobban is oda lehetne figyelni arra, hogy a kerékpár úton közlekedő kerékpárosok és a kerékpárút mellett haladó járművek is ugyanúgy tekintsenek egymásra, ne az legyen, hogy mindenki szív mindenkit, hogy nem tudnak közlekedni. De ahhoz képest állapotra nem olyan rossz. Sokszor hallhatjuk, hogy a bringásokat is kötelezni kellene a KRESZ vizsga letételére. Mit gondolsz erről? Én nem kötelezném a KRESZ vizsga letételére, ugyebár nekem jogosítványom is van. Én autóval is közlekedek, bringával is közlekedek. Hát nem mondanám azt inkább, hogy kötelezni kéne, csak be kéne építeni az általános iskolába is már az alapkressz oktatást. Legalább egy minimális szinten, mert félelmetes, hogy néhány ember annyira nem ismeri a kresszt, hogy egy sima jobbkész szabályba úgy beleszaladnak, hogy majdnem elütik, és még a bringás van fölháborodva, hogy de hát nekem van elsőbségem. Én megtanultam azt, hogy nem akkor van elsőbséged, amikor te gondolod, hanem akkor, ha megadják. Sajnos én is szaladtam már bele ilyen helyzetekbe. Mit gondolsz, hogyan lehetne megfelelő tudást átadni azoknak, akik nem ismerik ezeket a szabályokat? Hát nemrég felfedeztem egy applikációt, egy ilyen KRESZ applikációt. Ott van kimondott autós, motoros, meg kerékpáros KRESZ oktató ilyen talanyag benne. Telefonra le lehet tölteni. Végignéztem, úgy egész hasznos, meg nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni. Nagyon jól el lehet vele lenni. Ha az ember egy kicsit gyakorolgat, átnézi, átolvasgatja, csinálgatja, akkor elég gyorsan meg lehet tanulni amúgy az ilyen alapvető KRESZ szabályokat. És milyen a szegedi kerékpáros közösség? Mesélnél erről egy kicsit? Hát van egy kisebb ilyen közösségi csoportunk, nem tudom, ez így név szerint meg lehet nevezni, egy Sunset Fixit Gear, ez egy ilyen fixis pályabiciklis csoport, bár elég vegyes már a társulat, mert van benne fixis, van benne országút is, vannak benne nem szegediek, Hódmezőről is jönnek át srácok, meg hát eléggé kiterjedt ez a csoport, de hát már ez valójában igazából ott kezdődött, mikor még a Bike Mafiáztunk. Ez egy karitatív szervezet, ahol rászorulóknak vittünk élelmiszert, főztünk kaját, meg gyűjtéseket szerveztünk folyamatosan. Itt annyi volt az egyetlen probléma, hogy ez a Bike Mafia, ez Budapestről indult, nagyon sok városba elterjedt már, még külföldre is, Los Angelesbe is van, meg New Yorkba is van amúgy Bike Mafia, ami Magyarországról indult, és hát az volt az egyetlen problémája ennek az egésznek, hogy nagyon irányítani akarta egy ember ezt az egészet, és sajnos kicsit széthúzott a banda. Aztán a csoportnak egy része ott hagyta ezt az egészet, akkor megalapítottuk a szeretett futárokat,
ott is elég vegyesen volt, de ott igazából két konkrét családnak segítettünk nagyon sokat, meg ott is gyűjtögettük, gyűjtéseket szerveztünk, meg vittünk élelmiszert, meg osztottunk élelmiszert. Azt meg hozzáfűzöm a Bike Mafia-s részhez, hogy mikor még volt a Bike Mafia, a Subway-t azt mindenki ismeri, onnan is kaptunk nagyon sok szendvicset, sőt volt olyan, hogy mínusz fokokba vittük a felajánlott szendvicseket a rászorulóknak. Mivel ezt már múlt időben mondod, ez él még, vagy esetleg felújítása lesz-e Hát valamiben? igazából taghiány alapján, vagy taghiány miatt most aktuálisan ez már nem egy élő dolog. Sajnos itt az volt a probléma, hogy nagyon sok ember volt ebbe a csoportba is, mármint a szeretett futárba, csak aztán egyre jobban kikoptak az emberek. Ó, hát most mindenki fogás volt. Ó, dolgom van, ó, nem tudok jönni, ó, erre kell vigyázni, ó, ezt csinálom. Aztán végére már ketten maradtunk, egyik barátom meg én csináltuk ezt ketten. Aztán már úgy éreztük, hogy így kettő emberre túlnőtt ez a dolog, és sajnos már nem csináljuk egy ideje. De ha van rá lehetőség és van rá affinitás, akkor akár fel is lehet ezt a dolgot támasztani. Meg várjuk szívesen azokat az embereket, akik szeretnének úgymond jótékonykodni, kicsit karitatív szervezet tagja lenni, egy kis csoport, inkább család tagja lenni. Jó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk következő alkalommal is.